Péntek délelőtti életkép a Pálffy étterem teraszáról. Itt a Széchenyi téren a délutáni órákra teljesen megtelnek az asztalok a nyári időszakban, amennyiben azt az időjárás is engedi. Az idei nyár azonban nem volt túl kegyes a vendéglátókhoz, a hirtelen esőzések a teraszok forgalmának sem kedveztek. Amint viszont egy picit is kisüt a nap, azonnal helyet foglalnak a belvárosban korzózók a napernyős, kellemes placon. Szerintem a Széchenyi tér Győr belváros szíve valójában, és most ez lett a győri korzó. Szép, kulturált a környezet, szerintem mi is felnőttünk a színvonalhoz, sőt, adjuk magunkat a színvonalhoz, és kedvelik az emberek a fagylalt kelyheinket, szívesen ülnek le beszélgetni itt ki a napsütésben, ki az árnyékban, ki mit szeret inkább, de tényleg népszerű a Széchenyi tér. A Széchenyi tér különleges milliójébe harmonikusan illeszkedő terasz évek óta nagy vonzerővel bír, nem csoda, hogy az folyamatosan szépül, fejlődik. Nyári kánikulás napokon csak szinte kizárólag a külső részen foglalnak helyet. A belső területet csak akkor használják, hogyha a nagyon nagy rendezvény van és nagyon muszáj. Egyébként minden forgalom szinte a teraszon bonyolódik. Ha rossz az idő, az szinte megfelezi, megharmadolja a forgalmunkat. A győri étterem tulajdonosok bizakodóak, remélik, hogy a nyár utolsó napjaiban is kihasználhatják a kiülős teraszokat, főleg a következő hétvégén, amikor a Bornapok rendezvénysorozata, valamint a nyárzáró koncert is plusz hangulattal tölti meg a győri belvárost.